Sziasztok! Most egy köretet fogunk gyorsan elkészíteni, hogyha már nagyon unjátok a rizst, a bulgurt, a hajdinát, és még sorolhatnám a tipikus ilyen fehérjében gazdag, illetve kevés szénhidrát tartalmú köreteket, most próbáljunk ki valami zöldségeket, ez kicsit fel van turbozva, de brokkoli ugye az alapja. Ha nagyon utáljátok, akkor még esetleg amúgy zellerrel is meg lehet ugyanezt a változatot csinálni, de a brokkoli azért jó, mert tényleg nagyon sok fehérjét tartalmaz, így igazából a csirke mellé szerintem tökéletesen kiegészítik majd egymást. Nagyon egyszerű lesz, de annyival kezdjük igazából, hogy felforralunk vizet. Ezt megtehetitek normál edényben is, ez nekem direkt ilyen kis párolós edény, aminek a közepeig ki van meg vagy lyukakkal, és így a hőt jobban elosztja, de mondom, egy teljesen sima edény is megteszi. Annyi, hogy egy kis sót beleteszünk az edénybe, tehát sós vízbe fogjuk, egy picit beleteszünk, és akkor mehetnek bele a kis brokkoli fejek. Ezt pár percig pároljuk, amikor már puhák lesznek, akkor utána tudjuk megcsinálni a lényegi részét a köretnek. Egy 5 perc alatt, nagyjából 5 perc alatt átpároltuk a brokkolit. Ez már puha, ezt össze tudjuk botmixelni a zabkorpával, mert az lesz ugye igazából a köretünknek az alapja. Vicces, mert az esti turmixomhoz majd még ezt előtt el kell mostom a kis edénykémet, de tökéletesen ehhez, hogy összeturmixoljuk, meg utána, hogyha nem hagyjuk beleszáradni, akkor el tudjuk mosni. Annyi, hogy a kis brokkoli fejeket picit leszűrjük róla a vizet, átpakoljuk, és akkor utána össze tudjuk majd turmixolni. Mielőtt leturmixolnánk a brokkoli rózsákat, azelőtt befűszerezzük kicsit, hogy jól magába szívják az ízeket. Igazából a két összetevő, amit használunk, az egyik a citrombors, amiről azt kell tudni, hogy nagyon egyszerű, de szerintem nagyon sokan nem is gondolnátok rá, hogy mennyire jó ízek érhetőek el vele. Igazából citromhéj ledarálva, borssal vegyítve, itthon ez időigényes lenne elkészíteni, így pedig készen meg tudod venni. Nagyon jó ízeket ad a húsoknak is amúgy, de a zöldségeknek is, úgyhogy én előszeretettel használom. Ezzel egy kicsit megszorjuk a tetejét, de úgyis az egészet át fogja majd itatni, meg amikor már krémesebb állagú, akkor még úgyis hozzákeverünk egy kicsit. Igazából még megsózzuk, ami először csak a tetejét, aztán utána még úgyis tudunk hozzáadni. Hozzáadunk egy kis naturjoghurtot, lehet amúgy ez görög joghurt is, aminek kicsit akár magasabb a zsírtartalma. Ennek is ugye igazából egy 7%-os, tehát hogy nem olyan nagyon sok, de ez a krémesebb állag miatt van ugye rá szükség, hogy ne az a nagyon folyós joghurt legyen. Utána igazából egy kis zabkorpát teszünk még hozzá, de ezt is majd még közben adagolni fogjuk, miután elérte a kívánt állagot, és akkor el fogjuk összetúrmixolni. Most már, hogy elértük nagyjából azt az állapotot, ami az elkészüléshez szükséges, ehhez azért még hozzáadunk egy kis zabkorpát az állaga miatt, hogy kicsit krémesebb, illetve pürésebb legyen, mivel ugye az a célunk a végén, meg természetesen egy pici fűszereket, hogy mindenhol érjen. Ehhez már amúgy turmixra nem lesz szükségünk, egy fakanálra vagy egy sima kanálra igazából. Ezt nem nagyon méricskélem, mert úgyis amennyit felvesz, annyit szoktam én így beletenni, tehát hogy igazából érzésre. Természetesen nagyon sokat nem kell, mert azért itt brokkoli az alap, meg az is a cél, hogy egy zöldségköretünk legyen, az abkorpa az állaga miatt kell, meg a rostok miatt. Ezt kicsit így összekeverjük, amúgy az állaga már tök jó, mert ezt úgyis még megsütjük, és azzal érjük el a végleges formáját. Egy pici citromborsot még beleteszünk, meg eldolgozzunk, meg egy pici sót, és akkor készen is vagyunk. Mielőtt betennénk a sütőbe, fogunk egy igazából üvegtálat, én abba szoktam ezt sütni, egy nagyon pici szőlőmagolajjal meglocsoljuk. A szőlőmagolaj szintén amúgy azért jó, mert sokkal hasznosabb növényi olajokat tartalmaz, mint az oliva, illetve amúgy nagyon jól kihozza az ételek ízét, és nem lesz tőle zsíros, olajos, meg rossz ízű az étel. De ha olívaolajatok van otthon, extra szűz, én azt javasolnám, mert az passzol ehhez az ételhez, meg az egészségeteknek is azt tesz jót, akkor én azért azt használnám. Igazából egy kicsit így elosztatjuk, de nem fogjuk elúsztatni a brokkolinkat vele, és akkor utána ezt a masszát szépen
kiterítjük. Már csak a sütés van hátra, de előtte cselesen még megbolondíthatjuk egy kis magkeverékkel. Ebbe igazából tök mag van, napraforgón mag, meg egy kis goji bogyó. Ha még nem hallottatok róla, röviden annyit, hogy ez is egy ilyen csodabogyónak számít mostanság, mert nagyon jó a fehérje tartalma. Annyi, hogy így a tetejét kicsit megszórjuk, mert ezek még meg fognak pirulni, és akkor utána be is tolhatjuk ezt az egészet a sütőbe. Igazából nagyjából egy negyed óra amúgy elég neki, de akár lehet kevesebb is, mert ezt csak azért sütjük most meg egy kicsit, hogy, hogy az állaga kicsit még sűrűbb legyen, kicsit jobban megérnek az ízek, de már akár így is tudod amúgy fogyasztani. Megsült a brokkoli pürénk, nagyjából egy negyed óra volt, sütheted esetleg tovább is, hogyha szeretnéd, hogy még aranybarnább legyen a teteje, de állagra igazából nagyjából ezt fogjuk kapni. Annyi, hogy beletesszük egy kis edénykébe, de amúgy jó krémes az állaga, az látszik, viszont nem folyós, mert teljesen jó. A magok is kicsit megsültek, úgyhogy igazából tökéletes lett. Ha unod már a rizst, meg a szokásos köreteket, akkor szerintem mindenképpen próbáld ki ezt a brokkoli pürét, egy zabkorpával amúgy, egy kis fűszerekkel, meg azzal, hogy ezt mindezt összetúrmixod egy pici natúrjoghurttal, aztán nagyon jó ízharmóniát tudsz elérni, illetve mégis egy fehérjetús köretet kapunk, egy kicsit felturbozva. Jó étvágyat kívánok hozzá!